Hát ez egy lakásépítés, hát ez nem egy ilyen építészeti feladat. De ha úgy belegondolok, hogy a 30-as, 40-es években milyen minőségi épületeket építettek, akkor igenis ez egy megbecsülendő és jó dolog. Úgy gondolom, hogy én jó magam is, de mások, tehát többi építésznek is van egy ilyen felelőssége, hogy legalább arra a szintre jöjjünk föl. Gondolok arra, hogy ugye van egy ilyen befektetői kör, akinek az a ma, tehát ezt a mai időpontra mondom, akinek az a elképzelése, hogy minél több négyzetmétert el tudjon adni, mert olyanok az árak, és ez egy jó üzlet. És kőkeményen elfelejtik azt, hogy egy háznak van egy bejárata, van egy megérkezés magám az épületbe, ha több lakás, akkor van egy lépcsőház. Aztán, amikor beérek a lakásba, akkor is van egy megérkezés, ennek teret kéne adni, nem összehúzva, és valahogy begyömöszölni az embert, és akkor... Szóval egy életminőséget kellene javítani, és ezek nem kerülnek annyiba, hogy ne lenne érdemes ezt a fajta gondolkodásmódot folytatni, vagy végigvinni. Egy picit be kell költöznünk a megbízónak a lelkébe, és ő se tudja sokszor megfogalmazni, hogy ő mit szeretne. És amit nem tudtunk annak idején elképzelni, de végül is ez így működik, hogy abszolút egy ilyen pszichológiai teszt sor, és nekünk kell kitalálni, hogy neki mi lesz a jó. Egész végig általában nem tudják. Tehát a tervezés során úgy megnézi, igen, tetszik, de hogy működik ez, és amikor bemegy a házba, akkor döbbenten, ez is, az is, és hogy fú, de jó, és 30 éve épült házaimba visszamegyek, nagyon sok helyen baráti viszony maradt meg, és mindenkezdem, ez a legjobb ház, amiben eddig voltam. Hiába azóta vannak jobb házak, meg előrébb vagyunk, de ezt kell érni, hogy ők a házukat imádják. Ugye ez egy kivitelező barátom, aki saját számára a Kékfestő utcába akart építeni egy családi házat. Tehát örökölt egy rendkívül szép gyűjteményt, ilyen kelet-ázsiai gyűjteményt, ami indiai, kínai, japán dolgokból állt össze. Mikor megláttuk, hát döbbenten néztünk, és állásnak ez egy ilyen finom lelkű úriember, avagyit, hogy kivitelezést adott és épít, és azt mondta, miután saját lakásáról van szó, próbáljuk meg ezt úgy összehozni, hogy ezeket a tárgyakat ő nem adja oda senkinek, nem adja el, nem akar megszabadulni, legyen ennek egy tere, ahol ezek megjelennek, és tulajdonképpen mi úgy gondoltuk, hogy ez a házban megérkezésnek az első pontja, és ezt tettük a központba, és e köré szerveztünk egy közlekedő rendszert, ahonnan a lakás többi részei nyílnak. A lakás többi részeit az tulajdonképpen a tájolás, a kert, a környezet befolyásolta, tehát úgy, ahogy úgy gondoltuk, hogy neki egy kellemes lakókörnyezetet adunk, de az egésznek a belseje, ez a kiállított tér, és fantasztikus módon bejött, és az egésznek a bejárata, ahogy egy ilyen nagyon keményen, tehát nem egy ilyen nyitott dolog, inkább egy kemény fajsó, kinyitják az ajtót, belép, és mindenki ott áll, és nézi, hogy mi az a csoda, amit többe létrejött. A fiatalokkal kapcsolat. Fura dolog, tehát mert lehetne itt mondani, hogy a fehér falak, meg a nagy terek, meg a nem tudom, micsoda. De hogy a srácok, akik együtt dolgozunk, és ugye kell hozzá 2-3 év, mire ez úgy összecsiszódik, de utána. Hát ez egy olyan fantasztikus lehetőség, és olyan, hát egy csoda, hogy együtt dolgozni
a fiatalabbak, és hát mindenki ugyanúgy veszi föl. És mit nem, van olyan csapat, vagy volt olyan csapat, amit sajnos, mikor jött ez a gazdasági zuhanás, akkor nem bírtunk együtt tartani már, mert nem volt annyi munka, hogy én elmeséltem telefon, gyerekek, van egy megbízás, ilyen, mire bementem az irodába, föl volt rakva a gondolat. Döbbenet. Fantasztikus. 7-8 ember együtt, és különböző korosztályok, és gyönyörűen, és ahogy ezek a gyerekek talpra álltak, miután szét kellett engedni az irodát, nagyon jó helyen találták meg az életbe a helyüket. A csapat, akikkel együtt összehozott az élet, akikkel együtt dolgoztunk, hogy egy pár év összeszoktatás vagy összeszokás után, hát mint egy ilyen nagy baráti kör. Tehát mindenki mindenbe mondta a véleményét, nem számít, hogy ki mondott, hogy ki volt, aki a jobbat mondta, úgy csináltuk, hogy jobb legyen. És ez egy tervezési metodika, vagy nem tudom. És úgy gondoltuk, hogy ez a több aggyal való mozgás, az, vagy dolg, ez előre viszi a életminőségnek a javítását, mert mindenki megpróbált valamit hozzátenni ahhoz, ami egy ilyen alapvonalvezetés volt. Az új köztemetőbe két ravatalozónak a helyét átadták, meg a környezetét, hogy ebből próbáljunk, ez egy, hála Istennek, egy jó dolog volt, hogy kaptunk egy ilyen lehetőséget. Beüvegeztünk egy ilyen 10 centis nyílást, ilyen élére állított üvegekkel egymás mellé, és ahogy süti a nap, ez mint egy napóra, de a fény megy a padlón. És mikor leül valaki, és ott tölti az idejét, egyszer csak azt mondja, Jézus már, hát itt már ennyi idő eltelt. Tehát próbáltunk ilyen nem is tudom, hogy... Szóval megpróbáltuk behatárolni azt a mozgást, ami ott, amikor már el van helyezve az urna, akkor hogy az egy ilyen nagyon finom zene kapcsol be, amikor belép az ajtón. Egy ilyen nagyon halk, nagyon finom zene. Szóval ezeket megpróbáltuk így összehangolni, és utána ezek mellé volt egy ilyen lehetőség, hogy a külső, tehát amikor a temetés van, hogy akkor csináltunk egy ilyen 4 fok lejtésű rámpát, jó hosszú, széles rámpát, ahol a gyászolókat föl lehet, ugye kísérik az urnát, és föl lehetett oda vezetni, és tulajdonképpen ez is egy ilyen a bevezetés, az érkezés. Ez az, ami a lakásoknál is nagyon fontos elem, és mellette egy szembefolyó víz folyik. Csináltunk egy ilyen keskeny medencét, amiben ilyen ellenárammal megy a víz, tehát megpróbáltuk magunk szerint ezt megfelelő ünnepélyesi, vagy olyan hangulattá tenni, hogy mindenki úgy érezze, hogy hát erre vissza lehet emlékezni. Tulajdonképpen nekem az tetszik, és az, annak örülök nagyon, hogy a gyerekeim is ebben a szakmában dolgoznak, és a fiam az kivitelezett, vagy kivitelez időnként, vagy bonyolít. A lányom viszi ma az irodát, tehát ő a főnököm, és egy elég határozott nőszemély, úgyhogy tulajdonképpen ő már a mai vonalvezetést bírja, és egy apró történetet azért elmesélnék, hogy mennyire érdekes, hogy amikor egy ilyen család, vagy ilyen csapat, mert én a család is egy ilyen csapatnak gondolom, hogy hát otthon beszélgettünk a valami munkáról, a
feleségem, a lányom, és a lányomnak a fia ott kúsolt, 10-11 éves lehetett, figyel, hát a gyerek ott van. És egyszer csak beszól valahogy, hogy, mert mit tudom én, valahogy szóba jött, hogy három dimenzió, és hogy hogy kéne ezt összerakni. És azt mondja a gyerek, hogy milyen három dimenzióról beszéltek, hát az építészetben négy van. Tényleg? Akkor mesélj már, hogy hogy van ez. És ez a gyerek, aki hát 10-11 éves lehetett, azt mondja, hogy igen, hát van a térben a három dimenzió, és a negyedik, az pedig az érzés, mikor bemegyünk egy épületbe, hogy, és mikor kijövünk, hogy milyen érzéssel megyünk, mit érzünk, mikor bemegyünk, és mit érzünk, amikor kijövünk, és ez nagyon fontos.